Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit középhaladó elvonulásunkon. Nagyon jó volt hallani Ildi bevezetőjét az öt szkandáról, és a szívszútráról, amely tényleg komoly használati utasítás, hogy merre keresd magad, és merre ne keresd magad. Nézzétek meg az öt szkandát, szó szerint az öt építő elemet. Fel is sorolja a szútra, hogy forma, azaz test, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Ez az öt szkanda. És a formában, a testben vannak azok az érzékszervek, amelyen keresztül az érzékelés megtörténik, abból van az érzés, az kivált valamilyen akaratot, és erről te tudsz. Mondok egy példát. Van bőröd, hogy hallottad, de azért a testünk nagy része tapintásra való, vagy érzésre, bőrérzésre való. Tehát a forma, az első szkanda, az a bőr, a test. Az érzés, hogy valaki egy fém darabot oda tesz a bal alkarodra. Ez egy hideg, fémes érzés. Az érzékelés az, hogy belül az érzésed párosul egy korábbi emlékkel, és azt mondja a tudatod, hogy ez egy hideg vas. Akarat, vegyem le onnan, mert nem jó, odafagyok. És a tudatosság pedig az, hogy ezt az egészet elraktam az emlékezetembe. Tudom, hogy ezt én szenvedem el, én csinálom, és elraktam. A Buddha azt mondta, hogy az öt szkanda olyan, mint a tábortűznél az öt vastag fa. És hogyha ezek nagyon szorosan együtt vannak, akkor ez egy nagyon erős én élmény. Tehát azok, akik 100%-ig hisznek a testüknek, az érzékeiknek, az érzékelésüknek, az akaratuknak és a különböző tudatformáiknak, azokban, ahogy hallottad, nem merül föl kérdés, hogy ők kicsodák. De akik megjárták az élet hullámvasútját le és föl, azokban felmerül az, hogy az öt fizikai érzékszerv, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, szanszkritul indria, az valójában én vagyok-e vagy sem. Annyi minden jó és rossz tapasztalásunk van az öt szkanda által, hogy felmerül, hogy tényleg ezek vagyunk-e, az avatár, a személy, testestül, lelkestül, vagy pedig valami egyéb. Nem árulom el a titkot. Mindenki fedezze föl. Csak a szívszútra azért nagyon világosan kimondja, hogy a meghaladó bölcsesség állapotában, ahogy hallottad a bevezetőben, észreveszed, hogy ez az öt szkanda, a test, mint érzékszervek, az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság, ezek eredetileg üresek. Ezzel én 3 évig nem tudtam mit kezdeni. Tehát éppen akkor nem éreztem jól magam nagyon a bőrömben, és sem a tudatom, sem az akaratom, sem az érzékszerveim nem működtek harmonikusan. A tudatom mondta ezt, az akaratom akarta azt, az érzékszerveim meg éppen érzékelték A, B, C, D, E csatornán a világot, és nem nagyon volt kapcsolat. Nehogy azt hitt, hogy ezt olyan nehéz elérni. Elég, hogyha túl sok képernyőt nézel, és az elméd úgy elmegy X-vektorral 10 000 irányba, hogy az érzékszerű valóságról így le tudsz választódni. És a 3 év praxis után így rájöttem, hogy ez az üres, ez azt jelenti, hogy önmagától nem létezik. Ezek teremtett minőségek. Tehát a testünk és a lelkünk, magyarul a forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság, ezek valahonnan jönnek. Honnan? Ez a pont, a kezdet és a vég, amikor találkozik az alfa és az omega. Igazi önvalód az alfa és az omega. Ez az, ahonnan jön, és ahova visszatér test és lélek, a sok-sok kör, a sok-sok inkarnáció után. És az ürességet észrevenni nem nihilizmus, ezt a nyugat nagyon gyakran elköveti itt agyban, hanem az üresség a dolgok természetes, valódi létmódjának a felismerése, magyarul, hogy minden név és forma, minden jelenség, kicsi dével dharma, az a tudat által teremtett létező. És hogyha ezt a teremtettséget nem ismerjük föl,
akkor az érzékszerveink, az érzékelések, az akaratunk, tudatosságunk, ez mind tud uralkodni rajtunk, mert összetévesztjük ezekkel magunkat. Ezért kell néha a tábortűznek így a fáit egy picit széthúzni, és megnézni, hogy mi micsoda. Mi a test? Mi a lélek? Mi a hardware? Mi a szoftver? Mi az, ami a hardwareben van? Érzékszervek, szem, fül, orr, nyelv, test, az értelem pedig egy kognitív érzékszerv, ez az agyad, ami a hardware. Az egér, a monitor, a billentyűzet, a tapipad, és egy spéci toll, ugye? És mi az, ami a szoftver? Mi az, ami ezt működteti? Neked hol vannak a hibák az operációs rendszeredben? Tehát mikor frissítettél utoljára a humán szoftvert? Ugye, hogy nem mindegy? És ebből áll össze az élettapasztalatunk, és a zen az nem a hardvert vagy a szoftvert javítgatja, hanem az operátort keresi. Az operátort, aki egyébként rendszergazda is. Na, ezt kéne. Ki a gazdád? Ott belül. Ki a gazda? Ha kutyául érzed magad, nem találtad a gazdát. Na, kinek van kérdése? Ott hát. Az akarat és tudatosság mellé hogyan kapcsolódik be a hit az emberség oldalról? Miben hiszel? A lábadban? Nem elég, hogy hallod a hangot? Még egy lépés kell. Különben csak flamenkoztál. Miben hiszel? És még? Érted az egyet, nem érted a kettőt. Fekete a mikrofonom. Na. Jó az neked, hogy te ebben hiszel? Nem, de éppen ezt érzékelem. Ah, magas labda volt. Tehát... Ilyenkor mondhatod, hogy Szunyi, én látom, hogy a mikrofon fekete. Te látod, hogy a mikrofon fekete? Ezt nagyon szépen vissza lehet gurítani, ezt a labdát. Tehát a zen az a transzcendens és az érzékszervi teljes tapasztalása. Ez azt jelenti, hogy a hitrendszered egyenlő a tudatod tisztaságával. Ezért hallhattad Sung Zen Zen mestertől is, és utódjaitól is, hogy ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Ez azt jelenti, hogy ha a tükröd torzítatlan, töretlen, akkor elhiheted, amit látsz, mert nem illúzióktól terhelt. Elhiheted, amit hallasz, mert nem projektálsz semmit. Elhiheted, amit érzel, mert tudod, hogy ez a te érzésed, a másik érzés, és a kettő együtt találkozik. Ha tiszta a tudat, mindent elhihetsz, amit tükröződik benne. Ha nem tiszta a tudat, semmit sem hihetsz el, mert minden hazugság, minden torz, minden illuzórikus, minden projekciókkal, álságokkal terhelt. Tehát a hitrendszer az egy transzcendens tapasztalás és tisztulás eredménye. Az egyik tanító költeményünk így szól részben. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Na ez az, ahol az okos tojások ledobják a láncot. Tehát hogy van az, hogy én megszerzett tudás nélkül már teljes vagyok? A válasz az, hogy ez nem az éned. Ez az, ami látja az énedet. Tehát a hitrendszer az tényleg ide-vissza kell, hogy térjen, de utána láss tisztán, hajt tisztán, cselekedj tisztán. Tehát a lényeg, az igazság és a működés együtt a hitrendszer, mind a transzcendens, mind az érzékszervi síkon. És ebből következik egy értékrend, hogy ami a felébredés útján visz előre, ami megtart, ami tisztán tart, nyitottan, éntelenül megtart, az az érték. Emberben is, anyagban is. Ezt hívjuk minőségnek. Okay? És erre jön az életrend. Hát ez a hétvége egy komoly életrend. Elég korán kelünk. Nagyon jó. Megcsináljuk a 108 leborulást. Utána éneklünk. Utána ülünk, aztán eszünk, aztán dolgozunk. Észre se veszed, és megint ülsz, megint énekelsz, megint. Miért? Ébresztő. Hogy ébredjünk. Tehát az életrend, az értékrendet
reprezentálja. És az értékrend az a hitrendszerből következik, a hitrendszer pedig közös és saját tapasztalatból egyszerre. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Ott hátul. Lehet, hogy a tapasztalás hiánya. Ha ezt nem tapasztalom, akkor minden, ami hitrendszerként benne van a fejemben, illúzió? Nem. Tehát nem ragaszkodunk magához az ütéshez, mint a gondolkodás elvágása. Az a szerencse, hogy vannak társhagyományok, ahol ezt másképp oldják meg. Tehát a jógában, amikor a niróda állapotáról beszélünk, az ugyanúgy elérhető ütés nélkül, csak kicsit hosszabb előkészítés által a zen, az egy nagyon hirtelen realizáció, és utána alá kell pakolni a tapasztalást. A joga a tapasztalások szép fokozatos építésével indul, aztán eléri a kritikus küszöböt, és akkor átbillen valami. És az elmének a felesleges hullámzásait, az ugye vrittiknek hívja, ugye a Patanjali, és a jóga nem más, mint ezeknek a hullámoknak a megállítása zenül a gondolkodás elé való visszatérés, és a tiszta mozdulatlan tudat, niróda elérése. És ebből van a moksa, a felébredés. Tehát a zenben sem a bot vagy a tenyér ütéséhez ragaszkodunk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a tudat üssön belül. Azt már nem kézzel vagy fával. Tehát amikor belül káosz van, akkor ennek az ütésnek vagy a kiáltásnak meg kell lenni, hogy elvágd a káoszt, elvágd a felesleges gondolkodást. A saját viharos tengereden ne szenvedj hajótörést. És ezért a hitrendszer mindenképp tapasztalati alapú, a zenben így jutsz el hozzá, más hagyományokban másképp. Az a fontos, hogy amilyen hagyományokról beszélünk ebben a sorban, az egy úgynevezett advaita hagyomány legyen, tehát a nem kettősség kifejezése, tapasztalása valami módon. Koreaiul a nem kettősség tudat, ez a turi omnön maum. A tul, az a kettő, alanyeset, turi, omnön, nincs, maum, tudat. A tudat, melyben nincs kettősség, ez az advaita, a szanszkritó. Azért fontos, ezt is a koreaiak mondják, hogyha ezt el akarod érni, először az ürességet tapasztald meg, ez a gongshim. És ebből van a hit, innen van a tanítás, és ez a shinshim. És ebből van a tiszta tudat, mint működő, a chongshim. Tehát gongshim, shinshim, chongshim. Oké? És hogyha bármilyen más hagyományt hozzáveszel, bármit lehet, azt nézd meg, hogy a tetején, a csúcsán mi van. Ha ott van egy istenkép, vagy istenségek, vagy valami névvel, formával illethető, az nem üresség természetű, és így az alany és a tárgy kettőssége mindvégig megmarad. Te nem válhatsz azzá, ami a csúcson van, és benned abból nincs semmi. Tehát ezek azok, amik mindig is kettősségekre alapozott hagyományok lesznek, és követed, hasonulsz valameddig, de egyé válni vele nem tudsz. Mert a helye már be van töltve, és az nem te vagy. Az advaita hagyományokban, mire odaérsz, lekopik rólad az avatárod, és azzá válsz. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Itt? Számomra ez az operátor, valamint az öt szkanda, a testünk, az érzékelés és a mi egyéb, ez egy paradox dolog, mert néha olyan érzésem van, hogy a billentyűzetünk nélkül nem tudnánk ezzel az egésszel semmit se kezdeni, viszont a billentyűzet meg meghatározza valamilyen módon, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. A szoftver az a billentyűzetben van? Na hát ez az, hogy nem tudom néha, és ez ijesztő. Megkérdezzük az IT specialistát, és azt fogja mondani, hogy nem. De a billentyűzet által dől el. Tehát van egy karakterkészlet, például a számítógépes iparágban az ASCII karakterkészlet,
azt a billentyűzettel begépelem, és abból lesz egy programsor, amit hiszek magamról meg a világról. Tehát az érzékszervek azért kellenek, hogy legyen szerszám. A szerszámmal elvégezzük a munkát, a látás, hallás, szaglás, tapintás munkáját. De a munkadarab az a lélek. A munkadarab az, akinek te látod vagy hiszed magad. Ezért nem mindegy, hogy mivel azonosulsz és mivel nem. Viszont ezt a szerszámkészlet nélkül, számítógépes nyelven a perifériák nélkül nem tudnád elvégezni. Tehát közvetlenül te a kis varrótűddel nem tudsz a merev lemezre adatot rávinni. Azt egy bizonyos folyamaton keresztül tudod csak csinálni. Lélek ugyanez. Tehát kellenek az érzékszervek ahhoz, hogy te láss, hallj, szagolj, tapint, ízle, gond, stb. És ez mutatja, hogy a születésnek milyen elképesztő értéke van. Hogy mennyire szomjazzuk, és milyen elképesztő helyzetekbe születünk bele. Nézd meg ezt a 8 milliárdot, állítólag homo sapiens. Sapiens. Kettőször. Hogy tudod, nézd meg azt, akik ilyen, mondjuk az alsó 500 milliót, hogy akik a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak, a legelesettebbek. Hova születtek? Hogy? Tehát ők azok, akik napi 2x20 kilométert mennek 2x10 liter vízért. Így. És napi kevesebb, mint $1 meg kell, hogy éljenek, és meg is élnek. Soha nem látnak se iskolát, se óvodát, se egyetet, semmit. Így messziről a vonatot. És még így is kell. Mert enélkül a szerszámkészlet nélkül, ami a test, nem tudok a lelken, a karmán módosítani. És szomjazzuk a születést, bevállaljuk a halált, az összes betegséget, bizonytalanságot, csak azért, hogy boldogok lehessünk, és hogyha magasabb szintre viszed, ráébredhessünk valamire többre, valamivel többre, mint amit addig tudtunk magunkról. Ezért kemény ez a felosztás, hogy szoftver, hardware, operátor. Mert itt, ahogy mondtam, az operátor az rendszergazda is. Úgyhogy szükség van a billentyűzetre, de ez nem azonos a programmal, csak ezen keresztül érvényesül. Jó? Igen, még egyet szeretnék kérdezni. Az első olyan tapasztalatom, ami számomra nagyon ijesztő volt ezen a téren, amikor én beteg lettem, egy fizikai állapot, egy gondolatsort váltott ki bennem. Magyarán egy agyi alacsony glükózszint, nálam úgy kezdődött, hogy negatív gondolati kör, el is sírtam magam, és körülbelül 2 perc után indult be a remegés és a hipoglikémia, és körülbelül a harmadik, negyedik alkalom után jöttem rá, hogy a kettő összefügg. Számomra ezen a ponton lett tök világos, hogy nem én irányítok, és számomra ez egy ijesztő dolog volt. Pontosan. Hogy akkor mi van? Mi van? Tehát, hogy a szoftver nem... Feltételhez kötött valóság van. Azt hiszed, hogy én tartom a darmabeszédet? Nem, zöldséges durum spagetti tartja a darmabeszédet, Petinknek legyen hála. Tehát igen, és ebbe hol, tehát, hogy ebbe hol találok ki, mert rájöttem, hogy nem hihetek magamnak, maximum bízni tudok magamnak. Magadnak hihetsz, csak a gondolataidnak hipoglikémiás állapotban nem. Tehát ami a tudat felszíne fölé jön, azt bőven elég érzékelni, majd az megmutatja a forrását, hogyha nagyon kell. Például úgy, hogy rákérdez, hogy mi ez, honnan jön. Tehát volt egy pár év, amit itt elég stresszesen éltem meg, mondjuk a 2007 és 10 közötti év, és én reggelente rendszeresen ilyen elképesztő hányingerrel, öklendezéssel, borzasztó. Azt hittem, hogy stressz, mert az előző nap elolvastam x darab fejléces levelet. De amikor már nem olvastam fejléces leveleket, akkor is ez jött, és mondom, ennyire maradandó volt a bürokratikus trauma? Vagy hogy van ez? És hát ez a gondolkodás nem vezetett eredményre. De mindenegen megvolt a kis teázás, megvolt, és rendszeresen jött, és nem értettem. És egyszer, amikor éppen teljesen elhagyni készültem a torokcsakrámat, akkor rákérdeztem az állapotban, hogy mi ez, honnan jön. És rögtön dobta az elme a választ, miközben szétköhögtem magam, szója. Én is így néztem, mint most te. És kiderült, hogy másfél éve
szójaport is tettem a teába, hogy kicsit fehérjedúsabb legyen. És az lerakódott a torokcsakrában, szépen, mint a nyák, keményen vastagon. És amikor a stressz kicsit beszűkítette, az anyomban hány inger volt. De ha nem kérdezel rá, nem látod a teljes eseménysort, vagy okozati láncolatot, csak azt, amit az elméd kivesz belőle. Hát ezért rá kell kérdezni, elhagytam, utána még jöttek fellicces levelek, semmi bajom nem volt. Egyébként azok már jobb levelek voltak. Tehát a lényeg az, hogy ilyenkor rá kell kérdezni a dolog testi és lelki oldalára egyaránt. És hogyha te látod azt, hogy nem kap áramot a kompjútered 220 volt helyett, csak mondjuk 180-at, az a tápegység azt már nem szereti. Nem pörög rendesen. Az egész alaplap úgy, ahogy van, hazamegy. Úgyhogy tessék vigyázni erre, és látni azt, hogy ez most a testi tünet, vagy pedig a lélek, például az elme egy korábbi kondicionálás miatt mondjuk nem tud bízni egy bizonyos embertípusban. Akármennyi cukrot eszel, vagy sem, az akkor is úgy van. A lenyomat ott van a lélek mélyén. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ott, és aztán ott. Miért előzi meg az elme nagyon sokszor az intuíciót, mint egy koán kérdésnél például? Mert az intuíció gyenge és gyakorlatlan, az elme pedig okos és öntelt. Ezért. Annyiszor megoldotta már, mert a kis gyönge intuitív jelre én miért várjak? Én olyan eszmetlen okos vagyok, nálam kívül, rajtam kívül itt nincsen senki, aki okosabb lenne. Ez az elme. És az intuíciót azért kéne megvárni, mert kulcshelyzetben az elme szétesik. Vagy egyoldalúan dönt, vagy önzően dönt. Az elmével nem az a baj, hogy gondolkodik, hanem azt hisz, hogy a gondolkodása abszolút értékű. Hogy azzal mindent is lehet, meg kell, meg szabad, meg azon kívül nincs is semmi. Tehát ez a gondolkodom, tehát vagyok, a Cartesius féle mondás, az több sebből vérzik. Fordítsd vissza. Nem gondolkodom, tehát azt mondta, hogy nem vagyok. Hát akkor te ebben a pillanatban meghalsz. De szerencsére mégse. A másik, a gondolkodom, tehát vagyok, ez a racionális intellektus teszi a legtetejére, és az európai filozófia több évszázadot töltött azzal, hogy például Istent kigondolja, és nem sikerült. Tehát sorba rakod ezeket a könyveket, amelyek az abszolútot ki akarták gondolni, egyik se ugyanarról beszél. De nagyon nem. Tehát ahány ház, annyi szokás. Tehát a gondolat mindaddig jó, amíg a saját relativitását felismeri, és a saját forrását és enyészetét szintén felismeri. Csak ez gondolkodás által nem, hanem látás által ismeri fel. Úgyhogy az elme az a teremtettségben a második. A teremtő az első. A teremtő az nem gondolat, hanem ő az, ami a gondolat forrása. Szándékosan nem akit mondok, mert az aki is egy termék. Tehát a teremtés az a gondolat előtt van. A gondolat már egy teremtett valami. És a teremtő az minden jelenségtől, minden névtől és formától mentes, de minden jelenség minden névvel és formával bíró ebből áramlik ki, innen keletkezik. Kicsit fizikai hasonlattal, az ősrobbanás előttről nem tudunk semmi biztosat, csak azt tudjuk, hogy az ősrobbanásból az látható univerzum, meg a nem látható jó része keletkezett. Hogy mi volt előtte, azt nem tudjuk. Az, hogy volt valami előtte, az már így az okozatisággal barátkozó tudósok nagy részénél már faktum. Tehát, hogy biztos, hogy volt valami, csak nem tudjuk, hogy micsoda. Mert a semmiből nem lesz valami. A nem tudomból lesz az, amit tudok.
A gondolat azért érdekes, mert ez az első, amivel mi a teremtésre reflektáltunk, édenkerti jelenet. Tehát felismerem magamat, megkülönböztetem magamat a környezettől, megkülönböztetem a másikat magamtól. Tehát a gondolat már teremtmény. Az értelem már a teremtettel dolgozik, mert mind gondolat. És az egyetlen egy probléma ezzel a nagy-nagy okossággal, hogy be akarja helyettesíteni magát a teremtő helyére. Tehát a gondolat oda akar menni, ahol ő nincs, a nem gondolkodóba, a nem tudhatóba. És ez a teokráciában Lucifer problémája. Tehát a teremtő utáni legelső és leghatalmasabb az a fénynek a hozója, az első reflexió, amelyek megmondja, hogy ez ez, sőt, ez jó, ez rossz, ez én, ez nem én. Hát a teremtőnek a nevét hiába szádra neved, igazi arcát nem látta senki, igazi hangját nem hallotta senki, tessék elolvasni újra. Kicsit szívszutrás se történet, de nincs annyira szisztematikusan kidolgozva az Ószövetségben. És az értelem, a gondolat, a reflexió, a második, ami még így is eléggé át tudja alakítani a világot, be akar lépni az elsőnek a helyére, és ezért száműzetik az űr sötét mélységébe. Tehát elfogyjuk. Nem akarunk róla tudni. És ezzel a karmát elkezdjük tartósítani. Tehát a harmadik, hogyha nézed, akkor az inkább az érzékelés, maguk az érzékszervek. A gondolat az egy sokkal finomabb dolog. Az érzékek sokkal jobban el tudják nyomni az intuíciót, nézd meg a különböző, főleg szaglás és ízlelés. Hölgyek, parfümipar. Egy illat, és minden gondolat úgy törlődik. Intuíció sehol nincs, csak az üveget keresed. Hatlátszó vastag is nagyon drága. Jó? Ez az illat. Ízlelés, ugyanez. Tehát férfiak, melyik két csakránkon lehet nagyon-nagyon gyorsan megfogni minket? Nehogy azt mondd, hogy a tant ilyen. Tehát az intuíciónak a jelét a gondolat nagyon könnyen nagyon csapja. Az intuíció az a primérből, a teremtőből, az önvalóból jön. Innen. Ahhoz, hogy ezt artikuláld, érzelmek, gondolatok, érzékszervek egyaránt szükségesek. Valamikor a látásra, vagy egy hallásra, nézd meg a zen történeteket. Ülnek, egy kavics eltör egy bambuszt, és az a recsenés felnyitja a tudatot, mert az én rétegből már csak olyan vékony réteg volt, hártyaszerű, hogy ez a hang ez áttörte. És akkor egyé vált az egésszel. És innen ebből az egyéválás tapasztalatból jön az intuíció maga. Nem egyenlő sem az értelmi, sem az érzelmi intelligenciával. Ezt nyugaton annyian összetévesztik, valahol érthető, de sajnálatos. Tehát a meditációnak az a célja, hogy a gondolatokat, az érzelmeket, az érzékszervi hatásokat megfelelően picire engedjük összemenni, mert az energiát kiveszed belőle. Tehát nincsenek külön érzékszervi hatások. Egész ma estig nem beszéltünk, és ez nagyon szép volt. Nem erősítjük a gondolkodást. Inkább kiveszed az energiát belőle, és visszateszed keletkezés elé, gondolkodás elé. És ha ez a primér energia, a születés és halál előtti energia eléggé megnövekszik, kritikus küszöböt ér el, és onnan az intuíció elkezd szépen szikrát hányni, amikor szükség van rá. Ezért gyakorlunk. Nem azért, hogy Zen múzeumban üljél, hidd el. Hogy történjen meg ez a változás. És akkor az intuíciónak a jele már erősebb tud lenni, mint a gondolkodás. Mint a karmád. Tehát hányszor van az, hogy jaj, hát tudtam, hogy ezt kéne csinálni, de valahogy mégse. Na miért? Jött a szikra, utána az elmét fölülbírálta. Ez hülyeség. De tipikus, hogy süt a nap, reggel valami azt mondja, tegyél el esernyőt. Elme, néztem az időjárást, nem lesz eső. Délután leszakad az ég. Mi volt benned az, ami azt mondta, hogy tegyél el esernyőt? Nem tudod, de annak volt igaza. Oké? Okay?
Köszönöm szépen. Szívesen. A gondolataim és az érzelmeim nem mutatnak egy irányba. Hogyan tudom megtalálni azt a negatív karmát? Meglátok abban, hogy ezt észrevegyem és kijavítsam magamban. Vezetsz autót, ugye? Hogy nem. Jó. Amikor látod azt, hogy egy hatalmas nagy betontömb felé mész 180-nal, akkor mit csinálsz? Megpróbálok megállni. Vagy félrekormányozni, 180-ról lelassítani, hirtelen, nem biztos, de egy óvatos kormánymozdulattal elkerülheted, tehát irányt változtatsz, az esetleg. Tehát a karmának vagy az információ tartalmát, irányvétel, vagy az energiáját, sebességét meg kell változtatni. Vagy visszalassítok, téraváda nagyon sokat lassít, tehát nálunk sokkal lassabban eszik a téraváda. De nagy, hát most már mi olyan lassúak vagyunk, hú-hú, ezt a koreai katonai tempót mi nagyon kivettük belőle. Nagyon. Tehát visszalassítod, hogy lásd. Vagy megváltoztatod az irányát, és boldogan 180-nal az üres térbe mész tovább. Észak-Afrika egyik államában építettek a sivatagon keresztül egy autópályát, 600 kilométert így egyenesen, mert a sejk így vonalzóval húzott egyet, és azt úgy megépítették. Hát soha annyi baleset nem volt, mint ott. Na de ott az energiát bele lehet tenni. Te 600 kilométer egyenesen, akármilyen gyorsan mész, az egyenes. Úgyhogy látni kell az ok és okozat meghosszabbítását előre, és ebben sem egyénileg, sem párban, sem családban, sem csoportban nem vagyunk jók. Hogyha például a csoportkarmák meghosszabbított görbéit, grafikonjait jól látnánk, nem itt tartanánk. Hát az, hogy milyen elképesztő slamasztikában vagyunk, mint emberi faj ezen a bolygón, azt ugye a 70-es évek végétől láttuk. A döntéshozók is. És 50 éven keresztül érdemben nem történt semmi. Úgyhogy meg kell nézni az ok és okozat meghosszabbítását, és hogyha nem tetszik a betonfal, ne menj neki. És amikor érzelmek és gondolatok nem egy irányba mutatnak, akkor az ékszerelmére ne azt kérdezd magadtól, hogy most melyiknek van igaza, hogy most melyiket kövessem. Lehet, hogy egyiket se szabad. Nézd meg, hogy te mit akarsz. Te kivé akarsz válni. És ha ez megvan, azt az irányt fogja követni, sőt szolgálni a gondolat is, és az érzelem is. Nagyon köszönöm. Szívesen. Ott. Én a gyakorlatról szerettem volna kérdezni. Nagyon kevés videóban, vagy nagyon ritkán van róla szó. Kezdetben úgy gondoltam, az ember bejön egy naposra, a középhaladóra, szerintem tök megtévesztő, haladóra szinte biztos, hogy nem, de mintha meg lenne ez a három, lenne három kuan kérdés, negyedik meg megyünk a fénybe. Nem? Mert hogy ez így pikpak csicsat. De ez tényleg így van, de most ebben miért hát, megtévesztem? Nekem nem, én egyre hülyébbnek érzem magam, hogy megyünk jó. Előre a kuanba, tehát egyre egyszerűbb kérdésekre nem tudok megszólalni. Egyre az ember így a gondolatait egyre irrelevánsabbnak, meg hülyének érzi, az a zen útján való több mérföldes haladás a kis csizmánkkal. Nagyon jó. Ugye milyen jó? Igen. Tehát, amikor az ember a saját korábbi okosságán, amit véresen komolyan vett, megtanul teleszájjal szívből röhögni, akkor ez a spirituális humor érzés. Még sírni tudok rajta egyelőre, tehát nem röhögni, mert... Tehát az már az együttérzéssel kevert belátás, hogy ember még szóval egy ilyet biztos nem. Szóval azt szeretném megkérdezni, hogy az kevéssé hangzik el, de nekem inkább egyébként ez most már ilyen életszerű, ilyen életvitelszerű, mint hogyha ez valami rendszer lenne. Itt nem csak arról van szó, hogy menni egyenesen, hanem ez az egész szanga dolog. Ez az egész mindennapi munka. Mint hogyha a gyakorlat nélkül és ez a idegesítő kajálás nélkül, mintha az ember nem fókuszálna engem, ez halálba idegesít még mindig, hogy ilyen stresszben én még sose ettem, itt hogy a helyed. Nehogy valamire rácsöppenjem, vagy úristen, vagy lemaradjak róla, vagy, pontosan. Vagy mi legyen. Jól látod, Koreában a szerzetesek ilyen kasában esznek 90 napon keresztül délben, és az az igazi handicap, hogyha valaki a kis szárító kendőjét ide teszi, az elment, ott no respect. Tehát az a kasa, amivel te a Buddha előtt leborulsz, mert az univerzális felelősségnek a szimbóluma, az ki van téve a leves, kimcsi, rizs és zöldség csapódó szaftos hármasságának, hogy te, és így fogják, és így esznek belőle,
pálcikával. A kanál az nem ügy, de a pálcika az nagyon komoly. És 90 napon keresztül egy csepp sincs a kasán. Tehát ennyit a stresszről. De én úgy érzem, hogy ez a gyakorlat vezet rá, hogy a kuharra meg oda lehessen figyelni, mert olyan fél napig van mindig bennem az, hogy minek jöttem én ide, tiszta stressz az egész, és amikor úgy lemegy az első ilyen intenzív éjszaka, mint a mostani villámlós, hogy utána az ember azt mondja, hogy akkor elkezdek odafigyelni a kajára, hova vagyok beosztva, tényleg olyan, mintha csak ülnénk, ennénk. Tehát annyira megy az idő a meditációval, mondom, aztán néha bejön a kuan. Ülünk, eszünk, nincs is semmi probléma. De minthogyha ennek a jelentősége nem szokott volna lenni, hogy de egyébként folyamatosan kell gyakorolni, én egyre jobban úgy érzem, mert hogyha kimegyek, én az összes kuanos könyvet olvashatom, hogy mint a ördögszekér a sivatagba, tehát pontosan. Semmit nem mond. Pontosan, tehát folyamatosan kell gyakorolni, de mit? Egyrészt a figyelmet, tehát a tárgyas meditációt, figyelem a kanalamat, a tálamat, a szaftot, a mindent. Ez a tárgyas. És közben a tárgyatlan meditáció, hogy mi az, ami ezt figyeli. Tehát ezzel a tiszta tükörszerű eredeti tudattal olyan mély barátságot kell kötni, hogy soha ne is szakadjon le. Ne szakadjon szét. Ne szakadjunk le róla. Tehát, hogy az egy tudat megmaradjon. Bármennyi tárgy, bármennyi teendő van előtte. Tehát azért szép a zen, mert nem csak, hogy életszerű, hanem az életre nevel. És a szó spirituális és úgy általános emberi értelemben felnőtté tesz. Ezért nem lesz soha tömegsport, mert itt nem ilyen kis lila ködben elveszett báránykákat simogatunk, meg ilyen kis nirvána konfettiket haigálunk a levegőbe, stb. Vagy gyorsjáratot ígérünk a megváltás felé, semmi ilyesmi nincs. Ha már ráéreztél, hogy itt tényleg belül valami nincs rendben, vagy kívül, akkor legyél szíves leülni, és engedni, hogy letisztulj. És az egész eszközrendszer, amire azt mondta, hogy rendszer van, igen, itt rendszer van, és ez a rendszer, ez nem racionális alapú, de a racionalitást felhasználó rendszer. Tehát nem tévesztjük össze a halászhálót a tengerrel. A hálóval halászunk, a tengerben úszunk. Nagyon sokan, hogyha csak gondolati alapú rendszert hoznak létre, olyan, mintha a hálóban akarnának úszni. És magukra tekerik a saját koncepcióikat, a saját előfeltevéseiket, a saját elvárásaikat, és leverik a másikon, mert szerintük a másik ember hagyta a hálót a vízben. Én meg úsznék, és rám tekeredik. Nem. Én tettem a hálót a vízbe, összetévesztettem magam a hallal, és belekeveredtem. Ugye? Tehát ezért mondom, hogy felnőtté tesz. És ezt egy bizonyos réteg nem vállalja. Csak adj nekem valamit, amitől jól érzem magam. Ezt a spiriben is lehet ám, és annyira zsákutca, hogy hihetetlen. Itt a boldogság, hölgyeim és uraim, melléktermék. A szeretet, együttérzés, vele járó. A bölcsesség, helyes gondolkodás szintén egy részeredmény. De ezekre nem törekszünk így tételesen, mint valami ilyen kis gyümölcsoldal, hogy most rakja ugye, az érett és szép paradicsomot, paprikát és almát a ládából a szatyromba, és hazaviszem. Nem. Almafa. Zöldségkert. Ültetvény. Na, akkor a tiéd. Köszönöm. Szívesen. Nekem is most egy nap kellett, hogy eltűnjön minden fájdalmam, és úgy... Egy? Igen. Hát akkor gyere ide, és folytasd, nekem még van. Vannak most is, de... És tudom, nem is fog egy csomar eltűnni, de mondjad. De az előző elvonulásomon is ottkor azt hiszem 2 nap, de ilyen hányinger, fejfájás, minden egyéb. És most viszont azt érzem, hogy haza se akarok menni, tehát, hogy már előre félek, hogy mi vár otthon, vagy a rokonság, a család és minden, amit úgy rám tesznek. Főleg úgy, hogy amikor így próbálom mondjuk a szülőknek elmondani, hogy én hol járok, akkor azt mondják, hogy hát azért 2 lábbal a földön kell maradni. És mondasz nekik, még fenékkel is ott maradok, mert addig nem állok föl. Te, 2 lábam is, a kis hátsó felem is ott van. És pont ezért gondoltam, hogy na akkor itt vagyok igazából 2 lábbal a földön, és odakint nem. Ezt hogy lehet? Mind a 2 hiba. Az ember eleinte a templomban nincs itthon, mert nem ismeri. És azt hiszi, hogy ismernie kell. Nem, csinálni kell.
aztán annyira itthon lesz, hogy odakint nem találja a helyét. Az is hiba. Tehát amikor a templomban templomi munkát végzel, a világban világi munkát végzel, akkor találtad meg a helyedet. És a szülőknek nem kell elmagyarázni, miért? Nem értik. Az én apám nyugodjon békében, itt nagyon jól el volt eresztve. Nem értette. Még az sem, amit érteni lehetett volna belőle, egyszerűen olyan gátjai voltak szegénynek, hogy nem értette. Tehát a szüleiddel nem megértetni kell, hanem érzékeltetni, hogy egy, te biztonságban vagy, mert hidd el, hogy inkább ezzel törődnek, és nem az ennel. Kettő, hogy a te 2.0-as verziód, amivel te hazamész, az jobb, mint az 1.0-as, amivel elengedtek. Hogyan van ez? Úgy, hogy kevesebb téves nézet, kevesebb harag, kevesebb mohóság. Ez a hozadék. Tehát amit te levetsz magadról, mint felesleges karma, az a hozadéka a gyakorlatodnak. És a legnagyobb kín az az, amikor te hazamész egy ilyen frissre suvikszolt lélekkel, és téged úgy akarnak látni, ahogy te elindultál. Tehát abba a skatujába akarnak visszarakni. És ezt te gyöngéden el tudod úgy hárítani, hogy nem is emlékezteted őket arra, hogy te már nem vagy az, aki 3 nappal, 3 héttel, 3 hónappal ezelőtt voltál. Hanem csak másképp teszel, másképp gondolkodsz, másképp érzel, másképp beszélsz, és a többi. És hogyha látják, hogy ez több boldogsághoz és kevesebb szenvedéshez vezet, leegyszerűsítve, akkor előbb-utóbb megszűnnek felesleges kérdéseket feltenni, vagy legalábbis olyanokat, amelyekre biztos, hogy nem értenék a választ. Tehát az ő bizalmuk és együttérzésük és belátásuk sokkal fontosabb, mint hogy megértsék a zent, vagy ismerjék a templom mechanizmusát. Apámék, azaz boldog szüleim, apám és anyám kint voltak velem Koreában 2 hetet 1997-ben, pont a tartózkodásunknak a felénél. Találkoztak Sun San Zen mesterrel is, de végignézték azokat a helyeket is, ahova én elvittem őket, ahol én főleg gyakoroltam, tehát Wagyesa Seul és Kyeryong San Shinwonsa. A vidéki templomoknál ők értették, hát szép, meg hú, de itt van, na ez szép. De a városit azt nem értették. Egy 10 milliós városban. Ugye a szélén, egy ilyen Gellért hegy ekvivalensnél. Tehát hogy lehet ott gyakorolni? Megnézték a szobát, ahol laktunk, gondoszunyim, meg más szerzetesek. Ilyen féltető beton az egész. Egy ablak. 9-10 négyzetméter 2 emberre. A féltető alatt van a bogyásztároló, ilyen kis elhúzhatósan. Göröngyös betonpadló, padlófűtés. Benéztek, és így kifordultak, hogy te itt élsz 3 éve? Nem igen. És mit csinálsz? Megmutattam nekik az időrendet. Hasonló a miénkhez, csak korábban keltünk. Apám ránéz, hogy ez iszonyú unalmas. És akkor láttam, hogy ezt soha nem fogják megérteni. Tehát akkor már 7 évet gyakoroltam. Az első 3 évet otthon. És beszélgettem velük, amennyit csak kérdeztek. Anyám nem kérdezett, ő csak én hogy érzem magam, meg jó fiú vagyok-e. Apám azért tudni akart, és pont a lényeget nem lehetett vele sem megértetni, sem ráutalni. Úgyhogy nézd meg, hogy mi kell nekik érzelmileg és értelmileg, azt add meg. Semmi többet nem tudsz tenni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Itt. Én szeretnék kérni tőled egy zen történetet. Így a gyakorlathoz kapcsolódóan jutott az eszembe, nagyon szeretem, de nem emlékszem a végére, amikor az egyik kolostorba egy nem túl tanult szerzetes bevonult, és 10 évig, vagy nem tudom, sok ideig ott volt, de nem történt semmi, és megunta, és azt mondta, hogy ő elmegy egy másik kolostorba, mert ő itt nem kapott tanítást, és a szerzetes vezető azt mondta, hogy jó, de először menj be a mesterhez, és mondd el ezt neki. És a történet úgy folytatódik, hogy szeretném, hogyha befejeznéd. Hát először gyöngéden visszamennék az elejére. Ez Lincsi volt, 4 év, Namcsong kolostorában, és tényleg
teljes flatline, tehát annyira butának érezte magát, hogy 4 év után semmi nem történt, és semmi az égvilágon, csak gyakorolt, tette a dolgát, és így nem érezte az egészet. És 4 évig ott volt, és azt mondta a szerzetes vezető, hogy hát akkor, ha tényleg menni akarsz, köszönj el az apát úrtól. És leborult Namcsön előtt, és Namcsön azt mondta, mit szeretné. Hát én elmegyek. Nem értem el semmit. Ez a gyakorlat nem jó. A tanítást nem értem. Namcsön szó nélkül 30-szor úgy megverte, hogy az valami hihetetlen. És Lincsnek így kikerekedett a szeme, és mondja, hogy hát ez tényleg, ez most már botrány. Egy árva szál hibát nem követtem el, és mégis megvertek. És akkor elment egy másik templomba, ahol elmondta ezt a történetet az ottani zenmesternek. És az a zenmester azt mondta neki, hogy nem vetted észre, hogy Namcsön olyan együttérzéssel tanított, mint a saját nagymamád. És ekkor a szerzetes, és amikor látta ezt a zenmester, azt kérdezte, na, valójában mit tanított neked Namcsön? És erre a szerzetes el akarta venni a zenmester zenbotját, és így ütést akart mérni rá, és azonnyomban kivette így a botot a kezéből a zenmester, azt mondja, nem velem van dolgod, menj vissza Namcsönhoz. És vissza is ment, és zenmester is lett. Így. Tehát néha a helyváltoztatás kell, de azért annyit a kínai kolostorok életmódjáról, ami nagyon átment a koreaiba, na ahhoz képest mi tényleg wellness center vagyunk. Tehát elképesztő fókusszal, elképesztő mennyiségű és minőségű gyakorlatot, munkát, mindent. Tehát nem az, hogy hobbiból termelünk valamit, ami nagyon szép és nagyon jó, de ott abból éltek, amit megtermeltek, kivéve a rizst. Itt a rizst azt nem tudták megcsinálni, ez egy külön, nagyon komoly szakma, azt a völgyben lehet jól termelni. De egy a hegyen félmagasan levő kolostorokban, főleg 4 évszakos éghajlatnál, ahova a kínaiak többsége beleesett, a zöldséget nagyrészt meg lehetett termelni. És meg is tették. És azt több száz, néha több ezer fős kolostorok abból éltek, amit megtermeltek. Mezonyám. Úgyhogy ennyit a zen történetről, hogy néha az erőfeszítést beleteszed, de nem pont ott pattan ki a buborékból a kis Buddha. Oké? Egyéb kérdés? Én 5 hónapja voltam itt legutóbb egy középhaladó elvonuláson, és akkor nagyon dühös voltam utána, miután hazamentem, nem is gyakoroltam semmit. Egyszerűen csak dühös voltam. De nem tudom megmondani, hogy kire, mert hogy nem a te személyedhez, nem a templomhoz köthető, valahogy úgy éreztem, hogy csak dühös vagyok, de nem tudom, hogy kire. És utána megláttam, hogy van elvonulás, eldöntöttem, eljövök. És most is bennem van egy ilyen nagyon alattomos picike düh. Itt figyelem nagyon, amit mondasz, meg amit az Ildikó bevezetőben mondott, és nem értem. Nem értem, hogy velem van a baj, de közben meg azt érzem, hogy sokkal könnyebben megy a leborulás, könnyebben ülök. Az interjúszobában annyira örültem, hogy nem tudtam válaszolni a Kuanra. Eddig így mindig nagyon dühös voltam, hogy nem tudtam. Most meg örültem, és ezzel a kettősséggel nem tudok most mit kezdeni. És a templomban minden karma kijön előbb-utóbb. A dükarma az valószínűleg egy tanító vagy apai archetípusnak szól. Tehát ha neked például bármelyik életedben egy nagyon negatív tapasztalatod van szellemi autoritással, legyen az pap, érsek, püspök, láma, szunim, teljesen mindegy, akkor az ebbe az archetípusba, hogy szellemi autoritás oda belemegy, és akárki tölti be azt a szerepet, ez a korai projekció rávető. És ha ezt le tudod fosztani, az fél siker. A másik fele pedig, hogy az úton kell haladni.
De az, hogy egy ilyen helyzetben az ember ne tévessze össze a realitást az illúzióval, ez fontos, és ezt nagyon jól csinálod. Hidd el, még szerzeteseknek, akik több évig vagy évtizedig voltak Sung San-soo-jim keze alatt, több év után volt még mindig Sung San-soo-jim felé olyasféle érzelem, bármiféle rávetített tartalom, amiről tudták, hogy nem igaz, de még mindig jött. Mert az adott archetipusnak a helyén ez volt, a tudattalanban. És jön a kiváltó ok, és már jön is. Tehát páran, főleg ilyen első áldozók, begyűjtek az interjúszobába, és én így letettem a zen botot, és megkérdeztem, hogy félsz? Mert úgy remegett a lelkem, mint a nyárfa levél. De nagyon. Hogy látom azt, hogy mosolyog kívül, és így remeg belül. És akkor mondom, hogy tőlem félsz? És én mondom, hidd el, hogy te most attól félsz, amit behoztál, nem amiben várt. Tehát behoztad azt a féle hozzáállást, amit egy korábbi apuka, pap, rendőr, tanár, egyéb férfi személy kiváltott belőled. És hogyha csak tudod, hogy én ezzel nem vagyok egyenlő, akkor már az interjúnak egy nagyobb esélye van, hogy tényleg átjut hozzád a tanítás. Úgyhogy ezek olyan projekciók, amelyeket föl kell ismerni, nem szabad vele sem a tárgyat, sem az alanyt azonosítani, és akkor előbb-utóbb elmegy. De ha te elkezded boncolgatni, nézegetni, ítélkezni, egyebek, akkor ez csak vastagabb és erősebb lesz. Úgy örülök, hogy 5 hónap után újra eljöttél, és remélem, hogy nem kell újabb 5 hónapot várni. Következő? Voltunk? Mondjad. Igen. Két kérdésem van. Nekem az egyik az alvásról és az alvás hiányról kapcsolatos. Mielőtt elkezdtem meditálni, engem teljesen szétszintált ez a dolog. Nagyon gyorsan behúzódtam, érzelmek, gondolatok, minden, és nagyjából egy 3-4 óra alatt már délben nagyjából szétcsúsztam. És most ott tartok, hogy látom, hogy jön fel ez az álmosság, látom, hogy reagálnék belőle, hogy érzelmek jönnek fel, de látom, hogy ez egy ilyen külön kupac, és hogy tudom tartani egy darabig, de aztán hát előbb-utóbb eltörik a mécses, és akkor alszok egy jót, és akkor visszatérek, és kezdődik az egész előről. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet ebbe tovább menni, hogy tudok ettől a kötöttségtől, vagy ettől a függőségtől még inkább szabadulni. 500 leborulás naponta, 100 napon át. Az úgy megpörgeti a rendszert, hogy te éjszaka nagyon boldogan fogsz aludni, mint akit agyonvertek. Jó. És több kérdésed ez irányban nem lesz, hidd el. Jó, de amúgy pont ilyen gyakorlati dologra volt szükségem. A másik kérdésem az valahogy a helyes segítséggel kapcsolatos. Ha van valaki például, látom és tudom, hogy szomjas, vagy mondja, hogy szomjas, mikor döntök jól, vagy hogy kell jól dönteni, hogy mikor segítek jól? Akkor, ha vizet adsz neki. Még ha ő másra gondol esetleg, akkor is. Uh-huh. Magyarországon élünk. Ha valaki szomjas, adj neki inni. Ha valaki éhes, adj neki enni. De annyira okosak vagyunk, hogy néha a szomjúhozónak akarunk enni adni, és az éhesnek pedig szeretnénk italt felajánlani. Hogy mi azt már jobban tudjuk, hogy neked mi kell. És ez a baj. És mikor mondhatom azt, hogy hozz magadnak vizet? Hogy ne én hozzam neki a vizet? Akkor, ha látod, hogy játszma van a bokorban. Aha. Tehát, hogy azért kér tőled segítséget, hogy téged oda kössön. Uh-huh. Az alaptétel, hogy segítséget úgy adunk, és úgy fogadunk el, hogy egyikünk autonómiája se károsodjon. Tehát itt például alap, hogy megtesz mindent azért, hogy minimális segítséget kelljen kapnia. De elfogadja, ha kell. Amennyit maga nem tud megtenni, annyit elfogad. Az nem szégyen. De az, hogy mindent hozzatok ide, mert én kértem, hát milyen alapon?
úgyis vissza kell valahol ezt fizetni, viszonozni kell. Úgyhogy amikor az autonómia sérül, akkor a felnőtt lefokozódik gyerekké, felnőtt testben. Gyermekekkel semmi baj, felnőnek. De ha a felnőttből újra ilyen kis lefokozott infantilis nyűnyőke lesz, az attól lehetett, mert valaki kézbe vette a kis autonómiáját és zsebre rakta. Tehát a Mama Hotelben nem csak fiúk tudnak sínylődni, lányok is. Ilyet is láttam. Úgyhogy az önrendelkezés, az öntevékenység, a kezdeményezés, az önálló gondolkodás nem sérülhet attól, hogy segítséget kap, vagy ad. Oké? Okay? Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Az én megpróbáltatásomat szeretném megosztani veletek, amit még eddig nem értem meg soha, pedig azért egy jó pár elvonuláson itt szerepeltem. Ez a mostani elvonulás első éjszakáján történt. Nagy nehezen megszerveztem, hogy el tudtam jönni, lelkesen meg is érkeztem, ehhez képest az első éjszakán kettőször meghaltam. Nem tudom, hogy... Az első az még úgy történt, hogy még akkor ki tudtam jönni ide a templomig, de utána pánikrohamom volt, szerintem. Tehát ezt most már utólag mondom, hogy az lehetett, de nem tudom, hogy mi eredményezte. Évek óta egészséges vagyok, másnap is jól voltam, tehát tudtam, hogy nincs semmi bajom, ezért is nem hívtam a mentőt, ellenben nem tudom, hogy mi történt, mi volt az, ami kiütötte nálam más a biztosítékot. Más fordul ilyen, vagy csak templom? Nem. Csak nem, templomban? Nem fordul elő. Tehát nem szokott előfordulni, jó. Sose. Most volt. Van. Negatív vallásos tapasztalás korábbra, és rávetül úgy, hogy annyira kellemetlen, hogy nincs feje, nincs azonosítója, nem tudod, hogy mi az, de az energiája ott van, mint egy fejetlen pulyka, amelyik repül. Sajnos tud ilyet a fejetlen pulyka, hogyha házi vágás van. Lényeg az, hogy elképesztően negatív vallásos tapasztalás, és bármilyen templomba belépsz, az mint az automatika beindul. Hogy valami elképesztően rossz dolog történhetett valamikor, valahol, templomi környezetben veled, és ez nem szükségszerűen ez az élet, lehet korábbi is. És ez a negatív élmény minden templomi környezetben, ahol te gyakorolsz, tehát ki vagy téve a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármasságának, magyarul nem turista vagy, ott ez kinyílik. És amikor ez megtörténik, akkor az első az, hogy tessék a testtudatot ismét stabilizálni. Ez a kezem, ez a fejem, ez a lélegzetem, ez már energia. És utána látod a gondolataidat, és ahogy a látás stabilizálódik, egyre kevésbé vagy pánikban, csak látod a káoszt. A pánik az, amikor a káosz beszív és tehetetlen vagy. Akkor vagy pánikban. Mert akármit csinálsz, csak növeled a káoszt, és egyre tehetetlenebb vagy. Ha megállítod az elmét, a nézőpont visszatér a pillanatba, akkor már a karmád azt csinál körülötte, amit akar, de te nem mozdulsz. És amikor ez a tükörállapot beáll még a káosszal az előtérben, akkor megkérdezheted, hogy mi ez, honnan jön. Előtte nem. Tehát amíg nincs meg a megállítás és belátás, ugye hallottunk a Téravádáról, samata és vipassana. Samata a szamádi, amikor megáll a tudat. Vipasszána, vipassana, amikor belát. Tehát ez azt jelenti, hogy a megállítás kisimítja a tükröt, és akkor a tükör tükröz. Értjük? Egyébként csak az állandóan hullámzó, kaotikus érzelem és gondolat tömeg van. Oké? Okay. És ez egy olyan gyakorlat, hogy vagy megnyugszol anélkül, hogy az álaja vizsnánából, a tárháztudatodból ez előjönne, és megmutatná a nagy rusnya fejét, hogy veled ez és ez történt. Ez esélyes, hogyha beválasz egy 90 napost, magától elő fog jönni. Tehát a test az törekszik az öngyógyításra, a lélek törekszik az öntisztításra. Egy bizonyos energiaszint fölött ezek a folyamatok maguktól beindulnak. És a lélek a tudatosodás által tisztul.
test is, csak másfelől. Tehát mindazok a traumák, amelyek téged megosztanak, lelassítanak, békjóba vernek, negatív létállapotot eredményeznek, azok egy magas energiaszinten feljönnek, és el tudnak párologni, ha nem azonosulsz velük. Ezt hívják a látás általi megszabadulásnak. És ha nevesedik az emlék, akkor rájössz, hogy ekkor, ebben az inkarnációban ez az avatárom, ezt is ezt szenvedte el. Vagy nincs neve, nincs azonosítója, csak egyszerűen megkönnyebbülsz. És többet nem jön vissza, mert kihúztad az azonosulás gyökerét anélkül, hogy az albumban a 23. oldal a lap alján kellett volna látnod. Tehát az egyik esetben csak az állaja működött, a 8-as, a másik esetben a 8-as és a 6-os, a fogalomalkotó is. A feltétele annak, hogy a tisztulás megtörténik, az, hogy a 7-es, a megkülönböztető, az ne mozduljon. Tehát ne ítéljen fölötte, ne legyen jó vagy rossz polaritás, hanem a karmát a maga ilyenségében vagy azságában kézbe veszed, és tudomásul veszed. És hogyha a 7-es nem mozdul, nincsen én, nem én, jó, rossz polaritás, akkor megszűnik az azonosulás, és elmegy. És ha ezt szeretném pontosítani, úgyhogy most kimondottan az energiaszint magassága miatt, megemelkedése miatt történt ez, hogy megérintettem egy ilyen részt bennem a előzetes történetemben valahol? Igen, mert korábban ez a fajta trauma ezen a szinten keletkezett. Tehát, tehát hogy tényleg sokszor voltam már itt, pontosan. És pontosan amiatt, ami miatt talán valami elköteleződés kezd kialakulni bennem, és ezért volt egy nagyon mellbevágó érzés, ami tényleg az első estén ez így jelentkezett. Igen, képzelj el egy 26 emeletes házat, hogy amikor egyszer a liftből a 14-en kiszálltál, megharapott egy kutya, mert ott állt a lift ajtó előtt, gazda nem tartotta a pórás, egy kis pitbull így lábikrán harapott. Akárhányszor abban a felhőkarcolóban vagy házban jársz, akármelyik emeletre mész a 14. fölött, ha eléred a 14-et, előjön az emlék, és így összerezdülsz. És a lift pedig megy tovább. És amikor elhiszed, hogy te ezt meg tudod oldani, akkor szándékosan a 14-re mész, kinyitod az ajtót, és látod, hogy nincs pitbull. Nincs, ami megharapjon. Okay. Igen. Köszönöm. Mesélted, hogy Sung San Zen mester, amikor Amerikában volt, akkor mosott és közben énekelt, és ezt annyira imádom ezt a sztorit, csak nem ismerem a teljes történetet. Azt elmesélnéd? Mert engem például az inspirált arra, hogy naponta énekeljek. Tehát egy mosott és énekelt közben, tudod, mint a népdalokban. Így nem erre gondolok. Ez úgy volt, hogy egy mosodában mosógépeket javított 6 hónapon át. És közben reggel, délbe, este, amikor gyakorolt, akkor énekelt Nagy Dáranit. De nem az, hogy nem ez a népdal, nem, pedig úgy hanem tetszett. Gyakorolt és dolgozott. És ez azért fontos, mert ne várjuk azt, hogy az univerzum kiszolgál minket. Ha jól segítünk, és elég jól segített, 6 hónap után a tanítványai látták, hogy mi van a nagymesterben, és elkezdtek ugye adományt adni. Addig nem volt tanítvány. Hát Rhode Island, Hope Street. Egy darab koreai nem volt, azért ment oda, mert egy darab koreai nem volt. Angolul alig tudott, kitette azt a kis egy levélpapírra azt, hogy zen az ablakba, aki bejött, az kapott levest, és együtt meditáltak. Ez volt az esti program. Az öreg ilyen fantasztikus leveseket főzött akkor. Ez a zen, akkor a romantikus zenhőskor Amerikában, akármit mondasz. És ez a hippi korszak, tehát nem kell mondani, hogy honnan zuhantak oda be különböző alakok, de előbb-utóbb mindegyik egyenesen ült. Köszönöm szépen. Szívesen. 72-től. Így, tessék ezt így vizualizálni, hogy akkor mi volt. Egyébként is. Egy munkahelyi szituációval kapcsolatban szeretnék kérdezni. A közvetlen főnököm és az alatta dolgozó kisfőnök a
felénk, a munkavállalók felé gyakran két vagy háromféle elvárással van egymással, mint hogyha nem beszélnének, és rajtunk mindegyikük a sajátját kéri számon. De mi, mint munkavállalók, meg mint én, nem igazán tudom, hogy melyikükhöz igazodjak, és az egyik letol azért, mert úgy csináltam, amit a másik mondott, és vice versa. És egy ilyen helyzetben én hogy tudom magam úgy megvédeni, hogy elmondjam, hogy ember, te sem mondtad el, hogy mit vársz el, vagy nincs egy konkrét dolog, amihez igazodhatnék, és én a legjobbat szeretném adni. Ez a baj. Mert a legjobbat szeretnéd adni, ezért rajtad csattan az ostor. Látom, nem voltál katona, ezt nem rabom föl neked. Utolsó parancs érvényes. Ennyi. Utolsó parancs. Tehát, hogyha azonos a hatáskörük, ami szerencsétlen, mondtad, hogy nagy főnök, kis főnök, hogyha egyforma feléjük a viszony, és tőlük egyforma erővel jönnek ezek az instrukciók, egyik nem írja fölül a másikat, tehát nem tudsz arra hivatkozni, hogy a nagy főnök azt mondta, hogy és te kis főnök most legyél szíves, vele beszéljél, akkor mindig az utolsó parancs érvényes. És akkor legyél kicsit álnaív, hogy na de főnök. Hát azután, hogy ezt mondta, bejött a kis főnök, és azt mondta, hogy amaz. Ezt gondolom megbeszélték. Maguk között összhang van. Nagyon szoktak kommunikálni, és szeretik egymást. Na, ezt így szépen megfelelő módon, nem kívánt törlendő. Tehát tegyenek rendet magukban és egymás közt, mert különben rendetlenség van a munkavállalók közt. Hátul. Otthoni mantrázás és éneklés közben egy... Nagyon elfáradok, hogy mintha agyonütöttek volna a végén, amikor kijövök belőle. A kis csoportosban és itt a nagy csoportosban viszont ez nincsen, hogy ez mitől lehet. Amikor egyedül csinálod odahaza, akkor a saját egyéni karmád és az otthoni karmád is nyom elég erősen, tehát küzdesz az elméddel. Amikor itt vagy, egy teljesen más helyen, teljesen más üzemmódban, könnyebben el tudod engedni azt a karmát, ami x kilométerre van tőled. Ezért a helyváltoztatásnak elég nagy jelentősége van itt. Ne küzdj az elméddel. Tudom, hogy ez nagyrészt tudattalan, és nem tolod szándékosan előre a karmádat a mantrával, de valójában ez történik. És ezért kell kijönni a családi karmából, a munkahelyről, és először egy számodra egy semleges helyen gyakorolni, és ennek az energiáját aztán kivinni tisztán. Köszönöm. Szívesen. Ott? Épp az előző kérdés alapján kiindulva, hogy így akkor otthon az 5x100-at meg tudom csinálni? Meg. Meg. Hát csináltad a 108-at itt a templomban. Hát elhiszed, hogy meg tudod csinálni a 108-at, így van? Uh-huh. Akkor még négyszer annyit, odahaza. Ugyanazokkal a mozdulatokkal. És mi lesz a karmámmal, ami beköszönt, ami itt nincsen? El fog olvadni. A gyakorlat tüze erősebb lesz, mint a karma szene. Éppen októberben jövök vissza, úgyhogy majd beszámolok. Jó. Várni fogjuk. Két lábon gyere. Jó. Jó, köszönöm. Szívesen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani még így a körbeszélgetés előtt. Szerintem egy nagyon jó szanga jött össze erre a hétvégére. Már vannak második, harmadik középhaladót koptató, idült zengyakorlók, sőt, vannak régebb óta idejárók. A rezidenseknek is köszönöm azt a fegyelmet és támogatást, amit kaptunk. És azt gondolom, hogy ezzel a szellemmel kell szépen tovább menni évekig, és éveken keresztül jelen lenni, és akkor elkezd ez a zen tapasztalás úgy jól megérni. Ha tudunk vecsési káposztát érlelni, ha tudunk nagyszerű uborkát savanyítani, ha tudunk almalekvárt eltenni, akkor a zent is meg tudjuk érlelni a gyakorlat befőttes üvegében. És aki egy picit is körülnézett a hagyományok világában, az látja, hogy itt teljesen mindegy, hogy hogy hívják, ha valaki felismert, hogy ez miről szól, élete végéig gyakorol.
Ha talál egy olyan tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, amit követni tud, be tud illeszkedni, meg tud benne bízni, azt csinálja, mert nincs visszaút, csak előre lehet menni. Úgyhogy ezen a hétvégén is léptünk egy nagyon szépet előre, és ugyanerre várok mindenkit nagy szeretettel vissza további alkalmainkon. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk, és köszönöm a ma esti figyelmet.